Komáromi János évekkel ezelőtt még Pakson kezdte a műsorsorozatot, ahol olyan helyiekkel ült le egy kötetlen beszélgetésre, akiket a velük egy településen élők talán ismerhetnek, azonban érdemes alaposabban is foglalkozni életükkel, munkásságukkal. Nagyon sokan vannak itt is olyan emberek, akikre érdemes odafigyelni. Tehát valahogy én azt szeretném megmutatni, hogy egy hétköznapi ember az nem hétköznapi. Tehát azt gondoljuk, hogy hétköznapi, de mögötte ott van sok minden más. Tehát igazából nem tudnám megmondani, nagyon sokféle ember volt fiatal keramikus, volt olyan, aki fűszerboltot vezet, és mégis érdekes volt a története. Tehát nem tudom, valamiért engem megfog. Hát van egy hosszú listám, és megvan a következő alkalom, február 21. A fejemben már vannak olyanok, akikkel beszélni akarok, de még az nincs véglegesítve, azt mindig az adott műsor után szoktam a következőt véglegesíteni, és hogy meddig? Sokáig. Általában napi egy órát szoktam gyakorolni, aha, iskolai darabokat és saját darabokat, amiket ugye magam örömére játszok, vagy írok, aha, vagy szoktam filmzenéket is játszani, szeretek olyanokat játszani. Azon kívül, hát ez naptól függ, valamikor fél órát, valamikor egy órát, valamikor kettő órát is. Molnár Ferenc Regő családjában többen is játszottak zongorán, ő pedig harmadik osztályos kora óta tanul a hangszeren, 2022-ben pedig már versenyen is részt vett. A tolnai ifjúsági fuvolzenekarban is játszik, korábban perkán, jelenleg timpanin. 2-3 éve zongoráztattam talán, amikor írtam egy ilyen nagyon rövid, körülbelül fél perces kis darabot, tök egyszerű dalammal, kísérettel, akkordokkal. Aztán utána volt egy-két próbálkozásom, de abból nem lett olyan nagy darab igazából, tehát nem lett konkrétan egy darab belőle. Aztán nagyjából két-három éve, nagyjából akkor fogant meg az első dallam, úgymond. Akkor komponáltam egy első darabot, ami azóta hát sokkal inkább kibővült. Ezen kívül van ugye, összesen most van 4 darabom, ami így egész és egybe van, és 2 dallam van, amiből még fogok 5 darabot komponálni. Mindenféleképpen szeretnék még darabokat komponálni, és szeretem mondjuk a klasszikus zenét, ugye azt tanulom, és mindenféleképpen szeretnék még klasszikus zenét is játszani. Gyerekkoromban sportok, ugye nekem édesanyám edző volt, most raktam le a fekete övet, úgyhogy mindig azt mondom, hogy ha valaki velem kötözködik, akkor az anyukámat hívom. Most már katona. Bárdos Gut Pintér Edit általános iskolában olyan tagozatra járt, ahol nagyobb hangsúlyt kapott a művészeti oktatás. Régóta rajzol, azonban 2013 óta még nagyobb szerepet tölt be az életében a festészet. Emellett azonban számos más dologgal is foglalkozik. Én általános iskolában is olyan tagozatra jártam, ahol többet foglalkoztunk a rajzzal, mert a matekhoz nem nagyon fült a fogom, így a rajz volt az, ami érdekelt jobban, és akkor innentől kezdve már elkezdtem rajzolgatni. Igazából 2013-ban, amikor ide költöztünk Tolnára, akkor kezdtem el igazán úgy lendülni a festészetbe. Több zenekarban is vagyok, mint vokalista és énekes is, úgyhogy ezzel minden, ami kézműves, barkácsolás, műkörömépítés és a gyereknevelés. Most nekem teljesen új az, hogy főénekesként énekeljek egy zenekarban, úgyhogy ezt meg kell tanulnom még. Úgyhogy most ez az a nagy motiváció és lendület, ami visz. Maradj velem, segíts nekem, vigyél haza, fogd a kezem, szeress nagyon, hisz fáradt vagyok, s nehéz a szívem. A rendezvényen felléptek a Fusz János Zeneiskola növendékei és a Varga fivérek is.